megszűntek az Intercity-k, a MÁV szerint a maradék Eurocity is elég. Megújulhat a piac. 750 millió forintból még idén elkezdődhetnek a munkák. Nyári munka Békés megyében, több mint 2000 diák dolgozhat a kormány támogatásával. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Egyedül Békés Csaba és Budapest között szűntek meg a belföldi Intercity járatok, miután életbe lépett az új menetrend. A MÁV szerint olyan kevesen utaztak ezeken a járatokon, hogy ezt az igényt a napi 4 pár nemzetközi Eurocity vonattal is ki tudják elégíteni. A változással együtt új megállók beiktatásával a menetidő is megnőtt, annak ellenére, hogy a vasút felújításával a szerelvények gyorsabb közlekedésre lettek képesek. Meghökkentő eredménynek nevezte a Világgazdaság ma megjelent cikkében a Budapest-Békés-Csaba vasútvonal több 100 milliárd forintos felújítása után megnövekedett a menetidő. Az írás emlékeztet, korábban a pálya 160 km/órás szintű fejlesztéséhez, az az ígéret párosult, hogy akár 40 perccel is rövidebbé válhat a megyeszékely és a főváros közti utazás. A MÁV kommunikációs igazgatósága megkeresésünkre a járatok alacsony kihasználtságával magyarázta a döntést. Mint írták, ez a szám akkor korábbi években mindössze 13-15% körül alakult, ez pedig az évi félmillió utasnak csupán a negyede. A számok alapján tehát akkor is maradtak volna üres helyek az IC kocsikban, ha mindenki ezt választja a gyors vonatok helyett. A közleményben hozzátették, a tapasztalatok alapján a napi 4 pár Eurocity vonat ki tudja szolgálni a magasabb szintű komfort iránti igényeket, hiszen a többség a gyors vonati utazást preferálja. Pedig a MÁV területi igazgatója szerint, aki a hétvégi vasutas napon nyilatkozott híradónknak, a békés csabaiak nagyon erősen kötődnek a vasúthoz, és úgy látja, népszerű körükben ez a fajta utazási forma. Én úgy érzem, hogy igen, minden tekintetben. Ebbe a MÁV ZRT csak olyan partner szeretne lenni, hogy a legjobb utazási igényeket tudjuk kielégíteni. Ehhez minden tekintetben szeretnénk hozzájárulni, és az utazó közönségünknek a javát szolgálni. Az ügyben egyeztetések folynak, de változás valószínűleg a következő menetrendig nem várható. A Bartók Béla úti sarokig állt a forgalom reggel a Szabadság téren, mert egy őrizetlen taxi állt az úton. Hamarosan kiderült, az autó kézifékét nem húzta be a sofőr, így az egész egyszerűen visszagurult az útra. Végül a rendőrség közreműködésével a taxit visszagurították a parkolóhelyre. Senki sem sérült meg, de az érintett vonalon néhány perces késést okozott a buszközlekedésben a fennakadás. Az intézkedő rendőrök felkeresték a gépjármű tulajdonosát, akit szigorú szóbeli figyelmeztetésben részesítettek, és felszólították, hogy a jövőben nem olassza el a rögzítőfék használatát. Megújul a vásárcsarnok. Sikeres pályázat esetén még idén elkezdődhetnek a felújítási munkálatok az épület belsejében és a kinti piac téren. A 740 millió forintos pályázati pénz mellett a Modern Városok program keretében több mint 5 milliárd forintot kap majd a város piacfejlesztésre. Örülünk neki, hogyha főleg a parkolóhely is megoldódna jobban, netántán még árnyom, meg katasztrófa kocsival parkolóhelyet. Akkor még, amit nagyon szeretnénk, hogy ne, de hát nem tudom, hogy ez megoldható a termék miatt, hogy bent télen borzasztó hideg, nyáron nagyon meleg. Az egész szerkezetet, a tetőszerkezetet, meg az oldalát, mindent. Úgyhogy meg hát egy kicsit modernizálni, vagy olyan kellemesebbé tenni. A szellőzés jobban meg kéne oldani, tehát nyáron szerintem az árusoknak és maga vevőknek is ez a hőség, ez elviselhetetlen. Amúgy meg vagyok elégedve a piacval, a külső piachoz teljesen jó, mióta fedett lett. Itt veszek mindent, helyi termelőktől, amit lehet. Az árusoknak és a vásárlóknak is gondot okoz a csarnokban tapasztalható hőség és a parkolóhelyek hiánya a piacon. Ám ez még idén megváltozhat, hiszen a város már beadta a vásárcsarnok felújítását célzó pályázatot. Kedvező elbírálás esetén közel 740 millió forintot költet a vezetés a piacra. A fejlesztési tervek között a mosdók, a hidegburkolatok cseréje és a nyílászárók korszerűsítése is szerepel. Csarnok teljes felújítását jelenti, tehát kívül-belül megújul, hőszigetelést kap, formájában is egy kicsit jobban illeszkedik majd a környezetébe, és belül pedig egy teljes gépészeti és belső átalakítást kap. A legfontosabb, ami a
mi eladóink, vevőink szempontjából is lényeges, hogy klimatizálva lesz a csarnok, és ilyenkor nyári melegben is nem lesz több 20-25 foknál. A Modern Városok program részeként további fejlesztések várhatóak. Az 5 milliárd forintot meghaladó kormányzati pénzből a nagybani piac helyén új csarnok és még garázs is épül majd. Így a munkálatok befejeztével Közép-Európa egyik legnagyobb piacán árulhatják és szerezhetik be termékeiket a térség lakói. Megkezdődött a dinnye szezon. Idén hazánkban 6000 hektáron termesztenek dinnyét a gazdák, ezen a területen 240 ezer tonna termés várható, amiből mintegy 80 ezer tonna kerül exportra. Az áprilisi fagydélbékést elkerülte, az itteni termésben az esőzés és jégverés okozott kárt. Megkezdődött a dinnyeszedés Medgyesegyházán. A dinnyeföldek szélére összehordott gyümölcsöket egyesével dobálták fel a pótkocsi platójára. Az idén 5-8%-kal nagyobb területet ültettek be dinnyével a gazdák, mint az előző években. Az augusztus végéig tartó szezonban körülbelül 4,5 millió tonna dinnye várható. Mintegy 6000 hektár dinnye lesz, és ezt beszorozzuk 40 tonnás átlaggal, akkor 240 ezer tonna termésnek kellene, hogy megteremjen az idén. A dinnye termelők elnöke hozzátette, a gazdák 45-60 forint között tudják kamionra tenni az árut, és amennyiben minimum 50 forint per kilóért tudják azt értékesíteni, akkor elégedettek lehetnek. A dinnyeföldekről a közeli telepre indult a traktor. A szakemberek szerint az áprilisi fagy nem, de a nyári esőzések és jégeső viszont okozott kisebb-nagyobb gondot a térségben. A minősége különösebb baj nincs, csak a mennyisége van baj. Az előtte az a rengeteg eső tönkretett a kis dinnyéket, és ezért lesz kevesebb dinnye az idén. A telepre érve a platóról egyenesen a szalagra került a dinnye, majd a tisztítás, méret szerinti válogatás, címkézés és dobozolás következik. Ma körülbelül 70 tonna, de szezonban fölmén 200-250 tonna naponta, amit Németországba szállítunk. Bár azok a dinnyék, amiket a hátam mögött pakolnak, Németországba kerülnek, mától kezdve a magyarországi boltok polcait is magyar dinnyékkel töltik fel, úgyhogy aki szereti a nyár ezen gyümölcsét, az mától kezdve magyar dinnyét vásárolhat. A Nemzetgazdasági Minisztérium ebben az évben 1,9 milliárd forinttal finanszírozta a nyári diákmunkaprogramot. Békés megyében mintegy 134 millió forintból több mint 2000 diák szerezhet hasznos munkatapasztalatot. A két egyházi óvodában lelkesen játszottak a homokozóban a legkisebbek. Iszály Mercedes 2x3 hetet tölt itt, aki a jövőben is ezen a területen szeretne elhelyezkedni. Nekem ez a pálya már nagyon régóta tetszik, én óvon is szeretnék lenni. Ugye most még gimnáziumban tanulok, de majd tovább ezt a pályát szeretném folytatni Szarvasan. A fiatalok változatos munkakörökben próbálhatják ki magukat. Kora Bendita a polgármesteri hivatalban tölti a nyári szünetet, főként adminisztrációs feladatokban segít. Fontosnak tartottam, hogy diákmunkát vállaljak, mert így új helyen kipróbálhatom magamat, és tapasztalatot szerezhetek, amit a későbbiekben, amiből profitálhatok. Nagyon tetszik ez a munkakör, a munka ugyanis a pénzügyön segítek be, a számítógépen papírmunkát végzek. Két egyházán összesen 28 diák vállalt munkát, de külön kérelemmel még hárman csatlakoznának a programhoz. A település polgármestere nagyon jó lehetőségnek tartja ezt a programot. Az első egy-két évet követően egyre komolyabban veszik a munkát is, tehát ők is, amikor eljönnek, akkor szeretnének ténylegesen dolgozni, jobban is telik az idő, meg hát, hogy tapasztalatot szerezzenek. Ezért mindenkinek megnéztük, hogy milyen iskolába jár, milyen a végzettsége, mi szeretne majd lenni felnőttként, ha tovább tanul, és ennek megfelelően osztottuk el a feladatokat. Az önkormányzatok két hónapig foglalkoztathatják a diákokat teljes bérköltség támogatással legfeljebb napi 6 órában. A nyári diákmunka központi munkaerőpiaci program keretében diákok, nappali tagozatos tanuló diákok foglalkoztatására nyílik lehetőség azoknak, akik 16 évüket betöltötték, de 25. életévüket még nem, és nyilvántartásba vetetik magukat közvetítést kérőként a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain. A program iránt jelentkező igények érdekében a Békés megyei kormányhivatal további 9 millió forint kiegészítő forrásban részesült, így további 200 fiatalt foglalkoztatnak majd.
Több mint 2000, konkrétan 2032 diák foglalkoztatása valósul meg. Ez Békés megyében egy nagyon fontos program, nagyon népszerű. Nagyon fontos azt elmondani, hogy mind a 75 település be tud kapcsolódni. Az augusztus 31-ig tartó programban országos szinten mintegy 2 milliárd forintból foglalkoztatják a diákokat. Annak ellenére, hogy Magyarország gazdag a jótékony hatású növényekben, több évig külföldi importra szorult az ország bizonyos fajtáknál. Úgy tűnik, a kamilla esetében ez a trend kezd megfordulni. Egy gyógynövény felvásárlással foglalkozó szakember szerint az utóbbi években ismét gazdaságossá vált például a kamilla átvétele. Hámlasztó krém készül a Békés megyei központi kórház dr. Réti Pátak kórházának intézeti gyógyszertárában. A készítménybe kamillai lóolaj is kerül. Havonta többször készítenek olyan krémet, kenőcsöt, kúpot, amely gyógynövényt, ezek közül is kamillát tartalmaz. Úgy van, hogyha nagyobb igényt kell kielégíteni, akkor igyekszünk egy nagyobb mennyiséget legyártani, előállítani, például a babakenőcsből, kamillás babakenőcsből, azt mondjuk 5 kilót is elkészítünk egyszerre, különböző kiszerelésben, 200 g-os, 100 g-osba is lehet, de általában 200 g-os, mert ugye elfogy az osztályon, és amíg az tart, akkor addig, de hát ilyen havi viszonylatban mondható, de ez is változó. Annak ellenére, hogy Magyarország gazdag a jótékony hatású növényekben, több évig külföldi importra szorult az ország bizonyos fajtáknál. Úgy tűnik, a kamilla esetében ez a trend kezd megfordulni. Ezt azok a felvásárlók is érzik, akik az erdőben, mezőkön alkalmi gyűjtögetőktől veszik át a növényeket. A kintiek sem támogatják a külön a gyógynövényt, és ezért teljesen egy reális ár kezd kialakulni, ahol most már nekünk is gazdaságos, és most már harmadik éve újból vásárolom, majd 10 év kihagyás után a kamillát. Az utóbbi 5 hónapban egyébként összesen 160 millió forint jövedelem ütötte azoknak a markát, akik gyűjtögettek nem csak gyógynövényeket, hanem csigát, gombát és egyéb növényeket. Ebből az állam 6 millió forint adóbevételre tett szert. A napfénynek számos pozitív hatása van a szervezetünkre, segíti a D-vitamin és a kalcium termelését, javít a közérzeten, akár a fizikai állapoton is. Azonban csak akkor, ha betartjuk a napozás egyszerű szabályait, védekezünk az UVA és UVB sugárzás ellen. Ha nem figyelünk oda, leég a bőrünk, és könnyen megnőhet a melanóma, a bőrrák kockázata. Hál' Istennek sose égtem még le, úgyhogy még naptejet se használtam soha. Ilyen ez sose volt bajom. Nagyon odafigyelek, folyamatosan kenem magam reggeltől estig, 50 faktoros naptejjel, így dolgozom reggeltől estig, tehát muszáj. Vigyázunk a bőrünkre, meg az unokám bőrére is, és akkor a déli órákat kihagyjuk a napozásból. Egy-két kivételtől eltekintve majdnem mindenkinek megegyezik a véleménye arról, hogy legalább a napvédőkrém használata elengedhetetlen akkor, ha strandon vagyunk, ha napozunk. Az pedig, aki kisgyerekkel érkezett a fürdőben, még inkább odafigyel arra, hogy védje a gyermeke bőrét és a melanoma szűrések rendszerességét is fontosnak tartja. Odafigyelünk, elkerültük, hál' Istennek eddig, és ha mégis van anyajegy, azt szoktuk ellenőriztetni. Szabálytalan napot, sok színűséget mutat, ami már sajnos szabad szemben is felismerhető. A melanómás betegek száma bőrgyógyász elmondása szerint évről évre növekvő tendenciát mutat. Azonban a betegek tudatossága ezzel egyarányban nő, vagyis egyre többen keresik fel a szakembereket azért, hogy ellenőriztessék a veszélyesnek tűnő anyajegyeiket. A vizsgálat rövid és fájdalommentes. Mindenképpen figyelemfelkeltőnek kell lennie, hogyha egy meglévő anyajegynek a mérete, színe, alakja, felszíne változik, viszket, vérzik, váladékozik, vagy megsérül, de újonnan keletkezett anyajegyek is lehetnek daganatos elváltozások. Ezeket célszerű szakembernek megmutatni, és ha időben felfedezik, akkor magas a gyógyulás aránya. A napozás szabályait be kell tartani, védekezni kell a sugárzás ellen, és nem szabad tűzőnapra menni 11 és délután 4 óra között. Így élvezhetjük egész nyáron félelem nélkül a napfény jótékony hatását. Idén is megnyitotta kapuit a 7-7 játékváros Gyulán. A Magyarországon egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a gyerekek a felnőttek világával ismerkedjenek meg, alkossanak, játszanak, barátokat szerezzenek. A szervezők egy igazi várost szimulálnak, amelyben van önkormányzat, munkaügyi központ, különböző üzletek, ahol a gyerekek dolgoznak is,
Így tanulják meg például a munka és a pénz értékét. Ez a munkaügyi központ gyerekeknek. A táborozók itt választhatják ki, milyen munkára jelentkeznek, azaz milyen műhelyben szeretnének részt venni. Ezért játékpénz, vagyis gyúró jár, amivel vásárolhatnak. Van, aki például bankban dolgozik és a fizetéseket kezeli. A gyerekeknek a kis könyvébe beírtuk, hogy mit dolgoztak, és kiváltottuk az előző munkáját. A Hetethét játékváros egyedülálló az országban, német mintára épül. Minden mindennel összefüggésben áll, a játékoknak komoly célja van. Célja az első és legfontosabb, azt gondolom, hogy a gyerekeket munkára neveljük, megtanítsuk nekik azt, hogy mi az, hogy dolgozni, mi az, hogy pénz, a pénzzel való gazdálkodás, megtanítsuk őket arra, hogy csapatban dolgozunk és nem önállóan, megtanulják azt, hogy hogyan kell egymással kommunikálniuk, és megtanulják azt, hogy mindig mindent nem kaphatnak meg, mert hogy itt azért, hogyha nem dolgozzák le a munkaórájukat rendesen, akkor nincsen leigazolva nekik az a munkaóra. A játékváros minden olyan intézménnyel rendelkezik, ami egy igazi városban is van. Vannak boltok, kiszolgáló egységek, kézműves manufaktúrák, még önkormányzat is. Sőt, rendhagyó esküvőt is celebrálnak. Én, Ármin, ezen együttes feleségemmel fogadlak. Ígérem, hogy jóban rosszban melletted állok. Egy város természetesen televízióval is rendelkezik, amelynek munkatársai minden momentumot megörökítenek. Körbejárunk a termekben, megkérdezik, hogy akar-e valaki riportot csinálni, ha igen, akkor vagy én videózok és ő kérdez, vagy fordítva, meg fotózgatunk dolgokat, és ha minden nap végén van ilyen összefoglaló, oda bevágják a legjobb fotókat, meg beraktatják a legjobb riportokat, meg a videókat. Ez már a japán teaház, ahol a távol-keleti kultúrával ismerkednek meg a gyerekek. Nem véletlenül, hiszen a tábor minden évben központi témaköré szerveződik. Ezúttal Korea, Kína és Japán áll a célkeresztben. A nyári táborban ezúttal 230 gyermek és 65 segítő munkálkodik azon, hogy a 10 nap alatt a gyermekek jól érezzék magukat. A Hetethét játékváros július 15-éig tart. Híradónkat látták. Híreinket és műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!